az első iránytű szerepe a két diktatúra idején volt, amikor ellene mert mondani a náci diktatúrának, a náci neopogánságnak, ellene mert mondani a kommunista diktatúrának, a kommunista neopogánságnak. A második iránytű szerepe az 56-os forradalom és szabadságharc idején vált nyilvánvalóvá. A helyzet az, hogy ezt nagyon sokáig lehet mondani, hogy a magyar nemzet mi mindent köszönhet erkölcsi tartásban a Herceg prímásnak. De az a helyzet, hogy Nyugat-Európának is térden állva kellene hálát adni a Herceg prímásnak. Ugyanis a Herceg prímás példája volt az, nyilvánvalóan a forradalommal a háta mögött, ami felnyitotta Nyugat-Európa szemét a kommunizmus természetét illetően. Ugyanis, ha nincs az 56-os forradalom és szabadságharc, és nincs a Herceg prímásnak az üldöztetése és a mártír sorsa, akkor bizony például Franciaország, vagy például Olaszország belezuhant volna az eurókommunizmusba. Ne felejtsük el, hogy annak idején a kommunista pártok, főleg élén a Szovjetunióval, micsoda pénzekkel finanszírozta a nyugat-európai kommunista pártokat, akik egyébként egy lépésre voltak, egy hajszára voltak attól, hogy egyébként szabad választásokon hatalomra kerüljenek Franciaországban és például Olaszországban. És hogy Európának kinyílt a szeme, és Európa megmenekült a kommunizmustól, az pontosan a bíboros személye és a forradalomnak a mártíriuma, a forradalomnak a vértanú volt, a forradalomnak a szenvedése nyitotta fel Nyugat-Európának a szemét. Tehát ezért 56 vonatkozásában is a Herceg prímás nem csak Magyarország számára, hanem Nyugat-Európa is a világ számára is erkölcsi iránytű volt, ami megmentette Nyugat-Európát a kommunizmustól.